Most Színek Attila barátomhoz megyünk a szervizbe. Poén kedvéért gondoltam, vizsgáljuk át az autót, hiszen most fogjuk visszaidézni azt a közel 6000 kilométeres délvidéki túrát, amit nemrég teljesítettem Samuval. Egyébként már közel 26 éve van Suzuki Samurájom, soha nem hagyott cserben, és nagyon szeretem azt, hogy ilyen kis karakteres kis autó. Abból az időből származik, amikor a dolgunknak még volt karaktere, és ezzel a karakteret te is kifejezhetted magad. Emlékszel, amikor a 6000 kilométeres délvidéki túrára indultam, akkor megcsenéztük az autót, hogy milyen állapotban van. Gondoltam most, hogy fel akarjuk idézni. Poén kedvéért nézzük már meg, hogy mennyire volt vakmerő a húzás. Jó, hát akkor kezdjük. Csak innen. Mi a helyzet, Ati, mesélj? A Suzuki által meghatározott 12 pontban átvizsgáltam az autódat, mindent rendben találtam vele, úgyhogy teljesen nyugodtan használható, és mehetsz vele bárhova. Akkor nem volt nagy vakmerőség a délvidéki túrát megcsinálni? Nem, teljesen nyugodtan lehet vele menni. Köszönöm szépen! Most ez a terep, ahol megyünk, itt egy picit megmutatjuk, hogy tényleg így 30 év után is még mi mindent tud ez a kis autó. Gondolom, hogy egy átlagos túrázónak ez is hatalmas élmény, hogy ide fölkapaszkodik ez a kis autó. Olyan fajta szabadságélményt ad az embernek, egyébként erre visszajelzéseket is kapok, mert amiket megosztok Samuval kapcsolatban az interneten, nagyon sokan írják, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy egy ilyen kis autóba üljenek és nekivágjanak a nagyvilágnak. Tényleg elég ránézned, elmosolyodsz és érzed azt a vidám, életigenlő érzést, ami semmilyen sem fogható.